A végső terv kidolgozásánál tart Vas megye, ami a most kezdődő Európai Uniós ciklus területfejlesztési forrásainak elosztását illeti. Erről tanácskoztak szerdán polgármesterek és a koordináló Széchenyi programiroda munkatársai. A fórumot összegző tájékoztatón elhangzott, Vas megye az országban a legfelkészültebb a források fogadására, miután az elmúlt egy évben a megye mind a 216 települése kivette a részét a tervezésből. 960 ötlet pályázati terv érkezett be, amelyből az előzetes most érvényben lévő szabályok szerint már 160 ebben a pillanatban támogatható is lenne, ha pályáznának ebben, de valóban abban próbálunk segíteni, és kistérségi fórumokon keresztül megszervezve további segítséget nyújtani, hogy amennyiben lehetséges, mind a 960 támogatható legyen. Az elmúlt években Vas megyében a Szombathelyi járásban osztották ki a legmagasabb támogatási összegeket. A támogatások ennél kiegyenlítettebb elosztása is az alapos előkészítés célja és feladata. Február 6-án ül össze az a 70 szakértő, akik eddig is részt vettek a tervek kidolgozásában. Márciusban pedig kistérségi tanácskozások kezdődnek a területfejlesztési támogatásokról.